Ez egy lengyelországi modell, amit most az egyetemen kipróbálás alatt van, mert ez az első ilyen vegyes osztály, tehát az első olyan évfolyam, ahol a bábrendezők együtt indulnak a bábszínészekkel, illetve az első olyan évfolyam, ahol egyáltalán bábrendező szakba indult. A bábrendezés az még egyelőre továbbra is olyan, hogy alig van, aki ehhez ért. És akkor jött az ötlet, és a főiskolának teljes támogatásával, hogy próbáljuk meg, hogy egyszer bábrendező osztály elindítását, akik most tartanak már a harmad évnél, és ami azt jelzi, hogy mennyire szükség van rájuk, az az, hogy már idén volt egy közös munkájuk egyik vidéki bábszínházban, és jövőre mindegyik legalább kétszer elmegy bábszínházba rendezni. Az első két évben mindenki ugyanazt tanulja, tehát az elméleti szinten is, és gyakorlati szinten is technikák, színészmesterség, ének, beszédtechnika, minden mindenkinek van, és harmad évben van a specializáció, tehát harmad évben válik ketté. Az átjárhatóságot azt teszi nyilván, hogy mivel egy évfolyamban vannak, sokkal közelebb vannak egymáshoz, és sokkal jobban ismerik egymást, ezért aztán együtt dolgoznak, és remélhetőleg majd az életben is könnyebben tudnak egymásba kapaszkodva jó munkákat csinálni. Illetve hát ez egy óriási lehetőség, hogy az ember azért sokkal biztosabban mozog egy ilyen körben. Mi kellett visszanézned? Mert szeretlek. Arról van szó, hogy itt különböző technikákat hogyan használnak rendezők. Tehát a videótól kezdve a különböző bábtechnikákig, de a cirkuszművészetig is megpróbálunk egy széles spektrumot mutatni nekik azért, hogy az a gondolat, amit ők megfogalmaznak magukban, az minél gazdagabb eszköztárral találkozzon, és azt ők használják. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy még egy pluszt is kapnak a rendezői alapképzéshez képest. Hátunk mögött sokan súgják, miért nem marad fenn a fán? De az én szememben, ha látnánk, irigyelnének csupán. Vannak vizsga előadásaik, most legközelebb zenés darabot rendeznek úgy, hogy bábot, mint eszközt fel kell használni, tehát nem vegytisztán bábrendezés, hanem a rendezés bábokkal vagy bábtechnikákkal. Hozzányúlunk egy anyaghoz, és azt valamiért egy másik formában mutatjuk meg, és nem élő emberekkel, és nem élő testekkel a színpadon, akkor annak a formának, annak a közlésmódnak egy picit többet kell tudnia. Tehát itt több rétegről beszélünk, több közlés rétegről, és azoknak a rétegeknek valahol találkozniuk kell. Jelen esetben nagyon nagy hangsúly van azon, hogy egyrészt az összes technikával, illetve azok az alapvető technikákkal, bábtechnikákkal megismerkedjenek a rendezők. Legyen ez egy marionett, vagy árnyjáték, vagy kesztyűsbáb, vagy vajang, vagy botos pálcásbáb, amit utána ő akár kombinálva, tehát nem feltétlenül csak tisztán árnyjátékban gondolkozik, hanem esetleg ha az árnyjátékot valahol szeretné használni effektként, vagy csak egy részt szeretne ezzel megvalósítani, hogy tudja, hogy ez a technika milyen sajátosságokkal bír. Inkább ott tennék különbséget, hogy van gyerekszínház és van felnőtt színház sajnos majd nézőnek. Tehát mi nem szeretünk e között minden esetben különbséget tenni. Természetesen máshogy gondolkozik egy rendező, amikor azt mondja, hogy egy 3 és 6 év közötti gyereknek kell előadást készítenie, mint amikor azt mondja a színházigazgató, hogy bármilyen előadást csinálhatsz, arra kérlek, hogy lehetőleg minél több ember jöjjön erre be. A mostani fiatalokat nyilván sokkal jobban izgatja, vagy az itteni tanulókat a felnőtt téma. És tény is való, hogy a vizsgáik nagy százalékában, illetve az általuk választott anyagok nagy százaléka az a felnőtteknek szóló anyag.
És ez talán itt van rendjén, tehát nem feltétlenül kell rögtön a 0 és 3 éves korú csecsemőknek színházat csinálni az egyetemen, vagy egyetem keretein belül. Az egy másik kérdés, hogy ez egy teljesen specifikus dolog, amikor az ember gyerekeknek csinál előadást, és azt is máshogy kell egy picit átgondolni, hogy ez hogy működik. Én azt gondolom, hogy most már azért a magyar bábszínházi szférában is megjelentek azok az alternatív törekvések, és ebbe mindenféle keveredések vannak, tehát műfaji határok eltolódtak, és a táncszínház, a gesztusszínház, egy csomó olyan dolog is társult hozzá, ami nyilván még nem annyira publikus, vagy az átlag néző számára még nem annyira elérhető, de ezek már jelen vannak egy jó pár éve itthon is, és természetesen próbáljuk az egyetemistákat is abba az irányba terelni, hogy nyugodtan lehet sokkal szabadabban gondolkozni, tehát hogy nincsenek meg azok a tabuk és azok a határok, ami ha az ember azt mondja az utcán bárkinek, hogy kérem szépen, én bábos vagyok, akkor rögtön jönnek a mondat, hogy ja igen, nyuszik, amíg macika a paraván fölt, ez nagyon aranyos. Nem minden évben indul bábosztály. Ennek megfelelően, aki ez iránt érdeklődik, annak kicsit várni kell. De tulajdonképpen van 18 évesünk is, és van 24 évesünk is akkor, amikor elkezdjük. Amikor elvégezték akkor az egyetemet, akkor kicsit olyan értelemben több lehetőség, hogy kevésbé telített még a szakma. Van hely, tehát el lehet helyezkedni.